Elcsibelcsi. Kaptam egy ilyen GoPro-t a cégtől. GoPro session-t. És úgy döntöttem, hogy terápiás jelleggel videókat fogok csinálni. Jelenleg én most Berlinben élek. Úgyhogy az a terv, hogy bemutatom a kis börtönömet ilyen videókon keresztül, vagy nem is tudom. Nem csináltam még ilyesmit előtte. Van fenn egy videó a YouTube-on, amin táncolok. Egyszer egy Suzuki-s reklám fogásos, kampányos témában Petikével karaokeztunk egy Suzuki hátsó ülésén. Tök részegen ez valamilyen karaoke taxi volt, vagy mit tudom én. És lejózsiztak, úgyhogy beszóltam nekik, és jeleztem, hogy én nem Józsi vagyok, erre ők eltávolították a videót, hát valószínűleg újra vágni nehezebb lett volna. Tehát, hogy nekem nem túl sok megjelenésem van ilyen jellegű média felületeken. Hát talán ez most majd változni fog. Ja igen, Petike a wingmanem, vagy én vagyok az ő wingmanje. Ja, hát Petike az fontos része az életemnek. Ő most jelenleg Budapesten él. Hát őt sem láttam már október óta. Most februárban. 2016. Ja. Szóval, hogy most majd akkor ezt elkezdem. Ha nagyon béna vagyok, akkor úgyse tudtok majd kommentelni. Like van, meg dislike van. Facebookom nincs, ott ne keres egyébként. Ja, hát meglátjuk, hogy milyen fassul ki ebből. Néha szépen beszélek, néha nagyon sokat káromkodok. Ja, ilyesmi. Az a helyzet, hogy olyan munkám van, hogy egész nap beszélnem kell emberekkel, magyarul meg angolul. És hát ott szépen kell beszélni. És hát emiatt két ilyen beszélgetés között mindig jól kikáromkodom magam, hogy biztos minden jó legyen. Na, hát ez lenne az első videó, ez az ágyam, egyébként ebből a lakásból nem sokára elköltözök. Úgyhogy majd talán abba is beavatlak titeket, hogy milyen kibaszott kurva geci nehéz ebben a tetőes városban találni egy szájba kurta albérletet. Mert nem elég ám, ha pénzed van, az még semmit nem jelent. Na mindegy, szóval, hogy akkor ez valami ilyesmi lesz. Örültem, aztán majd remélem visszajössz.